Az elmúlt két nyáron már szervezett tábort a Nyíregyháza Blue Sharks, amely idén a korábbinál szélesebb körű és magasabb szintű képzéssel várja majd a fiatalokat. A szerdai sajtótájékoztatón Sitkó Ernő szakmai igazgató arról beszélt, hogy lassan a megyeszékhely iskoláit érintő toborzó körút végére érnek, Lekli József pedig a tábort érintő változásokról szólt. Az első és legfontosabb, ugye, hogy tavaly 45 fő jelentkezését fogadták el, idén 80 főre bővítettük ezt a létszámot, úgyhogy sokkal több gyerkőcöt várunk, illetve 10-20 éves korig tágítottuk ki az életkort. Ami még fontos, ugye, hogy külön csoportokba fognak korosztály szerint dolgozni a gyerekek, és nem kompletten mindenki együtt fog dolgozni, hanem különböző állomáshelyek lesznek, ahol 2-3 edző fog velük foglalkozni. Tehát lényegében egy ilyen kisebb csoportokba fogják elsajátítani a kosárlabda csinyát, binnyát. A július 29-e és augusztus 2-a között esedékes táborban nem csak előképzettséggel rendelkezők jelentkezését várják a szervezők. Kosárlabdából az alapképzést azt meg fogják kapni, különböző labdás ügyességfejlesztés, dobástechnika javítását, illetve a funkcionális edzésekből a különböző gyakorlatokat, a rehabilitációt, prevenciót, illetve különböző kondicionális erősségfejlesztéseket fognak kapni. A táborba június végéig lehet jelentkezni. A résztvevőkkel a kékcápák edzői és játékosai foglalkoznak, majd mellettük egy válogatott kosárlabdázó is segít a képzésben.